Évtizedes firkák az egykori szűvépületének falán, az ingatlan közel 20 év kihasználatlanság után kap hamarosan új funkciót. Az önkormányzat ugyanis megvette a 2000 négyzetméteres épületet, mindössze nagyjából 80 ezer forintért négyzetméterenként. A cél pedig, hogy egy teljes felújítás után a Tolna megyei szakképzési centrumnak adják át használatra. Mi azt hiszük ki célul sok minden mellett természetesen, hogy a városban használaton kívül lévő épületeknek a felújítása megtörténjen azért, hogy funkciót kapjanak, és városképi szempontból is pozitívan befolyásolják a város környezeti állapotát. A már felújított épületben a Tolna megyei szakképzési centrum központja kap majd helyet, de felnőtt képzési és vizsgaközpontot is kialakítanak a falak között. Az ország gazdasága az gyakorlatilag függ attól, hogy milyen képzettségű szakemberekkel tudnunk dolgozni. Ebben az iskoláknak, a szakképzőiskoláknak kiemelt szerepe van, és magának a szakképzési centrumnak is kiemelt szerepe van helyi szinten. Mindenképpen abba az irányba szeretnénk mozdulni, hogy a szakképzésnek a keresletvezérelt oldalát erősítsük. Meg. Az egykori szűvépülete a Modern Városok program részeként újul meg, így a beruházás nem terheli majd a szekszárdi költségvetést. Átsezső azt mondja, ez az első eset a tavalyi választás óta, hogy a közgyűlésben többségbe került ilyen szekszárd frakció nem próbál meg ellehetetleníteni egy városi beruházást. El kell azt is ismernem, hogy a közgyűlés többségi frakciója nem gördített akadályt annak elé, vagy annak érdekében a folyamat elé, hogy ne valósuljon meg. Az utolsó közgyűlésen tulajdonképpen többségi frakció is támogatta a kezdeményezésünket és engedélyezte az ingatlan megvásárlását. A Tolna megyei szakképzési centrum a tervek szerint legkésőbb 2022-ben veheti használatba az addigra már felújított épületet.